Egészségügyi szociális munka mesterszak hazánkban először 2008-ban Nyíregyházán indult. Azóta már Pécsett is van ilyen képzés, ám csak Nyíregyházán van angol nyelvű oktatás. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán az idei az első tanév, amikor külföldi hallgatókat is fogadhattak, hiszen sikeresen akreditálták a mesterszakot angol nyelven. 13-an Egyiptomból, Nigériából, Jordániából és Szíriából kezdték meg tanulmányaikat Nyíregyházán, valamennyien ösztöndíjjal érkeztek a városba. I, am Tammam Habib from Syria. I am here since... Tamam Habib vagyok, Szíriából. Körülbelül két hónapja érkeztem Nyíregyházára. Nagyon szeretem ezt a várost, mert nyugodt és hasonlít az én városomhoz. Nagyon szép a település, az emberek pedig kedvesek, és megpróbálnak még akkor is segíteni, ha nem beszélnek angolul. Persze mi mindig angolul beszélünk, mert még annyira nem tudjuk jól a magyart, de mindenki megpróbál nekünk segíteni, fordítani. Az egyetemen is, és nagyon élvezzük az itt tartózkodásunkat. And we are really enjoying our experience here. A külföldi hallgatókat Nyíregyháza alpolgármestere Jászai Menyhért köszöntötte a Városházán. Örvendünk és örülünk annak, hogy az egészségügyi főiskolai kar szintén angol nyelvű képzéseket tud beindítani a egyházán. Én azt gondolom, hogy a főiskola életében ez egy jelentős erőlépés egy nagyon-nagyon nagy dolog. Várjuk az újabb képzéseket és diákokat. Ez a törekvés találkozik a magyar kormánynak azzal a törekvésével, mi szerint egyrészt a nyitás keretében, másrészt pedig a közel-keleti válsággal érintett övezetekben keresztény és nem keresztény diákok számára ösztönzőkat kiretett a kormány, és támogatja, hogy Magyarországon tanulhassanak a diákok. Fontos motiváció a hallgatók számára, hogy hazavihetik az egészségügyi szociális munkát, hiszen ennek nincsenek hagyományai országukban, ők lesznek a szakma első nemzetközi módszertannal képzett szakértői.